Egymás után kóstolták a különböző fajta mézeket a gyerekek a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. Az intézmény ugyanis már évek óta csatlakozik az Európai Mézes Reggeli programhoz. A Szlovéniából származó, ma már európai szintű kezdeményezés lényege, hogy felhívja a figyelmet a jó étkezési szokásokra, amit már gyerekkorban ki kell alakítanunk. Ilyenkor az akcióhoz csatlakozó iskolákban, óvodákban a gyerekek helyi méhészek mézeit kapják reggelire, ezzel is népszerűsítve az egészséges mézfogyasztást és a helyi családi méhészeteket, és nem utolsó sorban a reggeli étkezés szükségszerűségét. Segítségünkre volt Simon János méhész, aki ezt a felajánlást tette, és önzetlenül ezt program mellé állt. Ő egyébként korábban szülő volt iskolánkban, tehát megvan a kötődése is, és évek óta tartjuk ezt a programot. Egyébként ezen a héten az egészséghét rendezvény hét zajlik, ehhez csatlakozik ez a mézes reggeli program, és azt gondolom, hogy a képeket is látszik, hogy a gyerekek örömmel fogadják a mézet, és remélem, hogy fogják is alkalmazni a mindennapokban. A méhész azt mondja, szeretné megtanítani a gyerekeknek, hogy a méz sokkal természetesebb és egészségesebb édesítő, mint a cukor. Biológusok és orvosok is bizonyították, hogy a cukor mennyire káros hatással van az emberi szervezetre, és a méz ugye az gyümölcs és szőlőcukor összetételének köszönhetően az nem raktározódik el úgymond a szervezetben, sejtekben, hanem azonnal felhasználásra, fölbomlásra kerül, és ezért szellemileg fejleszti a fiatalokat, a sportolók használják, mert nagyon energiabomba, és magában rengeteg egészséges dolgot tartalmaz a méz. Különfajta fajtamézek vannak, megvan melyik fajta méznek milyen gyógyhatása vagy jó hatása van. A repce például az egyetlen lugos méz, ezért a gyomorsav túltengés ellen is kiváló. A többi méznek savas hatása van. Az akácmézet, az a Magyarországon köztudatban elterjedt hungarikum méz, ezt a legkedveltebb mézfajta és a legértékesebb mézfajta Magyarországon. Ezt számosan sokan szeretik. A vegyes méz, azt több célú felhasználásra lehet használni, mert süteményektől kezdve valaki savanyúságtartósításra használja cukor helyett, és nagyon sok vitaminanyag van benne. A galagonya méz, ugye a galagonya a szívnek a gyógynövénye, a galagonya virágzatát meg a rügyei tavasszal begyűjtik, leszárítják, gyógyteát készítenek belőle, ősszel a terméséből, a piros bogyóból csinálnak ugyanúgy szárított bogyóból teát is és lekvárt is, és a méze meg ennek a kombinációképpen egy jó galagonya teát, egy galagonya mézzel még nagyobb szíverősítő, vérnyomás csökkentő hatása van. A hársméz pedig a hőrkurutra, a köhögésre nagyon egészséges, ugyanúgy, mint a hárs virágzatának a hárstea, ugyanúgy hársmézzel kombinálva egy érdekes méz. Kinek ez a kedvence, kinek az a kedvence, itt kialakul a gyerekek közében, a favoritnak számít a repceméz. Nagyon tetszik nekik, hogy ez a fehér krémes állaga, nagyon sok gyerek elnevezte már itt úgy, hogy ez a fehér Nutella. Hát én azt mondom, hogy ha ezzel táplálkoznak, akkor rossz egészségi problémáik nagyon nem lesznek. Azonban nem csak az iskolában zajlott kóstoltatás, az intézményhez tartozó ebédlőben is finomabbnál finomabb ételeket fogyaszthattak a gyerekek. A cél az volt, hogy bemutassák a diákoknak, korán sem olyan rossz dolog menzásnak lenni. A Széchenyi iskolának az egészség héthez való programjához kapcsolódtunk be mi is, és igazából több étellel, levesekkel és másodikokkal készültünk. Brokkoli krémlevessel, levesgyöngyel, lencsegulyás, tejfölös karalábélevessel, burgonyafőzelék fasírtal, paradicsomos húsgombolc főtt burgonyával, olaszos rakott tésztával, tavasrizes hús káposztásalátával és morzsás nudli baraflekvárral. Ezt ajánljuk a gyerekeknek itt elsősorban. Célunk a gyermekek és az ételek egy kicsit közelebb hozásra, szeretnénk bemutatni és megmutatni az ízvilágot, szeretnénk megmutatni, hogy mi milyen célokat, milyen irányvonalat képviselünk. Törekszünk az egészségre, odafigyelünk, hogy a zöldség, gyümölcsök aránya mindig megfelelő legyen, nem csak az ebédnél, 10 órai uzsonnánál is, úgyhogy ez egy fontos törekvésünk. A felújított és modernizált ebédlőben az intézmény diákjainak 60%-a étkezik, viszont a főzőkonyha 1400 adag ételt készít minden nap.